Hogy még vallásoknak más teológiája van, de többé-kevésbé egybelátnak avval a dologgal, hogy egy materialisztikus életmód, ez csak nehézséget okoz mindenkinek. És hogy ahogy emberek így élnek, követik igazából az ő érzéküket és elméknek az igényüket, akkor ebből szenvedni fognak. De a legjobb eszköz a oktatás. Szóval, hogyha emberek, főleg a modern világban, ahol annyi hangsúlyt rakunk az oktatásra, hogyha emberek oktatva vannak, hogy megértik, hogy mi egy oknak a következménye, mi egy cselekvésnek a következménye, és hogy miért fontos, hogy önmagunkat kontrolláljunk, hogy ne csak engedjünk magunkat csinálni, amit akarunk. Úgy is úgy élünk, mert vannak törvények, szóval nem lehet lopni. És úgy oktatunk embereket, hogy ne lopjanak, hogy ne gyilkoljanak. De vannak még alapvetőbb szabályok is, amik nekünk nagyon fontos betartani arra, hogyha igazából el akarjuk ezt a féle békét érni ebbe a világba, és csökkenteni ennek a válságnak a lehetőségét. És akkor embereknek meg kell érteni, meg kell értetni emberekkel, hogy a lelki fejlődés az nekik a fő kihívás, és hát egyszerűen nem lehet két irányba menni, nem lehet a materialisztikus életmódba menni, és nem lehet a lelkibe se. De arra, hogy kövessék ezt a lelki ösztönzést, szükséges, hogy őnekik is legyen egy lelki erő. Na most erre Krisna völgybe, és mondjuk a mi templomunkba, de mindegyik templomba van mise. Van szertartás, van valamiféle lelki gyakorlatok. Nekünk a legfontosabb énekelni a Hare Krishna mantrát. Ez ad embereknek a lelki erőt, hogy tudják ezt az alacsonyabb ösztönzést kontrollba tartani, arra, hogy meg tudnak élni, el tudják érni azt az magasabb életmódot, amik ők tudják, hogy helyes. És ez az, amit nekünk kell embereknek megtanítani, mert hogyha nem adjuk át ezt a tanítást, akkor igazából a válság, amiben mi most találjuk magunkat, ez csak fog nőni, és igazából elviszi az egész világot katasztrófiába. Röviden, mire van szükség? Hogy embereket kell oktatni, hogy nem ez a test vagyunk, hogy lélek vagyunk, Istennek a szolgái vagyunk, és akkor nekünk úgy kell élni ebbe a világba, ahol Isten akarja, hogy éljünk, mert ő az, aki teremtett mindent. Ennek a teremtésnek van egy rendszere, amikor mi követjük a rendszert, akkor legjobban tudunk élni, amikor nem követjük a rendszert, akkor meg annyiféle visszahatás van, válság.